Üdvözöllek! Valószínűleg a legtöbbünk előfordult már az, hogy valamilyen fájt szerkesztettünk. Lehet az akár egy dokumentum, vagy egy táblázat, vagy például egy képszerkesztőben valamilyen kép, vagy igazából akármilyen jellegű fájról lehet szó, és sikerült olyan módosítást eszközölni, amit nem kellett volna, majd ez a módosítás mentésre is került, vagy egyéb okok miatt nem tudtuk visszavonni. Hát ilyenkor nyilván az esetek többségében valószínűleg vissza lehet állítani az előző állapotot több-kevesebb munkával, azonban ezt igazából el lehet kerülni egy olyan programnak a segítségével, ami automatikusan elmenti az egyes állapotokat, tehát amilyen állapotban van éppen a mentés során az adott akármi dokumentum, kép, táblázat vagy bármi. Ennek az a neve, hogy AutoVer, és hogyha a Google-ben rákeresünk arra, hogy AutoVer 2, akkor ez lenne az. Választjuk ezt ki, és akkor tulajdonképpen itt a downloadra kéne kattintani, ezzel ezt le is tudjuk tölteni. Hát ez meg is történt, nem egy túl nagy méretű igazából, és akkor indítsuk el a telepítését. Next, elfogadjuk a használat feltételeit, next, megint beállítjuk, hogy hova szeretnénk ezt telepíteni, a browserra kattintva. Rendben, én be is állítottam, és akkor next. Mivel ez a mappa nem létezik, ezért rákérdez, majd el is tudjuk ezt indítani, illetve megfontolandó, hogy ezt szolgáltatásként telepítsük, majd el is indítsuk a szolgáltatást, illetve magát a programot. Rendben, akkor finish, és akkor el is indult a program. Ez tulajdonképpen úgy működik, hogy a számítógépünkön több mappát is megadhatunk, amit szeretnénk ezzel a programmal figyeltetni, illetve konkrétan a benne lévő fájlokat. Ehhez ide kéne kattintani, és hogyha valamilyen módosítás történik, akkor automatikusan a módosult fájlról egy másolatot fog készíteni. Kattintsunk ide, adjunk ennek egy nevet. Hát lehet az, hogy fontos fájlok például, vagy akármi. Meg kell adni azt a mappát, amit mi szeretnénk vele figyeltetni. Kattintsunk ide, és akkor állítsuk be. Én most a mintaképpen a letöltésekre állítottam ezt be. És akkor, hogy hova mentse, meg kell adni egy másik mappát. Szerintem én azt fogom csinálni, hogy létrehozok egy ilyen backup nevű mappát, oké, és akkor ide kerülnek majd az elmentett fájlok. Rendben, hát látható most ez a beállítási ablak az eltűnt, de nem tűnt ez el valójában, hanem itt van a háttérben. És akkor állítsuk be ezt a mappát. Erre a három pontra kattintva. Erről lenne szó, oké. Rendben, ez készen is van. Itt van néhány opció. Az első az, hogy az almappákban is figyelje a módosult fájlokat. Hát ezt mindenki igénye szerint be tudja állítani. Illetve van ez az Initial Backup. Ez azt jelenti, hogy a meglévő fájlokról készítsen másolatot most rögtön, amikor majd végzünk a beállítással. Hát ezt szeretnéd, akkor jelöld be. Illetve, hogy a hibák esetén mutasson a figyelmeztetést, tehát ez talán célszerű. És akkor a következő. Meg tudjuk adni, hogy mely fájlok kerüljenek mentésre, hogyha módosulnak. Ez a csillagpont csillag azt jelenti, hogy minden fájlem az adott mappában van. Ha itt megadnánk egy konkrét fájlnevet, valami pont txt például, akkor csak azt a fájlt fogja elmenteni, hogyha módosul. De pontos vesző után megadhatunk több fájlt is természetesen. Más pont txt és így tovább. A csillagpont csillag viszont azt jelenti, hogy minden fájlt. De mi van akkor, hogyha mondjuk a txt fájlokat szeretnénk? Akkor azt kell beírni, hogy csillag. Ez azt jelenti, hogy a fájl név része az lehet bármi, majd pont, és utána nem csillag, vagy bármilyen kiterjesztés, hanem például az, hogy txt. Vagy hogyha szeretnénk a táblázatokat, akkor csillag, pont, xls, xls, pontos vesző után így fel lehet sorolni a fájl típusokat. Aztán van a következő opció, hogy mely fájlokat nem szeretnénk. Tehát itt ki tudunk zárni ettől a beállítástól függetlenül is fájlokat. Hát látható, hogy jelen esetben például a TMP típusú fájlokat nem fogja elmenteni, mert ezek ilyen átmeneti fájlok. Mappákat is ki tudunk venni a megfigyelésre kerülő mappákból. Megadhatunk többet is, például valami nevű mappát nem szeretnénk, aztán más nevű mappát sem szeretnénk pontos vesző után. Maximális fájlméretet meg tudunk adni, 1 GB van itt megadva, de ez lehet 2, 3, 4, akármennyi. Aztán ami még itt fontos, lehet, hogy törölje a backup fájlokat, tehát a biztonsági másolatokat, amiket ő létrehoz, törölje akkor, hogy az eredeti fájl is törlésre kerül.
Hát ez megint olyan, hogy kinek mi az igénye. Aztán a következő csak akkor másolja át a fájlokat, hogyha a tartalma megváltozott. Hát én most ezt be fogom jelölni. Aztán, hogy szinkronizálja a biztonsági mentések készítését, ez azt jelenti, hogy bizonyos időközönként akkor is el fogja menteni a mapában lévő fájlokat, hogyha nem történik módosítás azokban. Hát ez talán célszerű lehet naponta egyszer. Aztán itt van a verziókezelés tulajdonképpen. Verziókezelés módja, van ez a NAN, hogyha ezt jelöljük be, akkor a módosítás esetén át fogja másolni az eredetivel megegyező névvel a kérdéses fájlt, illetve fájlokat. Aztán a következő, hogy verziószámozással lásson el minden fájlt, amikor módosul és átmásolja. Aztán a harmadik opció, hogy mindig az előző példányt lássa el a verziószámozással, az aktuális példányt azt ne. Hát ez mondjuk így elég jó lehet. Majd mindjárt egyébként érteni fogod, hogy ez pontosan hogyan is néz ki, megnézzük. Aztán van ez az időbélyeg, egy időbélyeggel fogja ellátni a verziókat. Év, hónap, nap, óra, perc, másodperc. Itt a pontot lenne a legjobb megadni, de emlékeim szerint ezt nem fogja megengedni, de például a vesszőt azt elvileg igen. Aztán ilyen archiválásra is van lehetőség, hogy a 90 napnál régebbi dolgokat archiválja, törli a régi verziókat, tehát a 90 napnál régebbi fájlokat törli, vagy tömöríti. Hát úgy gondolom, hogy nem célszerű nagyon régi változatokat megtartani. Rendben, és akkor hát szerintem a többi beállítás az így rendben lenne, kattintsunk az OK-ra. És akkor látható, ez itt meg is jelent. És akkor nézzük meg ezt most már a gyakorlatban. Ugye arról volt szó, hogy a letöltések mappát figyeltetem én most esetemben. Létrehozok itt egy valami.txt fájlt. Rendben, ezt elmentem. Elmegyünk a backupba, és látható, hogy már is készült egy másolat róla. Ez az eredeti fájl. Hát igen, amikor ezt létrehoztuk, akkor ennek még nem volt tartalma. Ez pedig az aktuális. Most ezt megnézzük. Ez van benne. De mi történik, hogyha módosítom most ezt a txt-t, beleírok még egy sort, Ctrl-S-re elmentem, akkor látod, hogy megjelent itt még egy verzió, és ugye így néz ki a dátum 16, mint 2016, 7. hó 30, és 14 óra 29 perc, 02 másodperc. Tehát itt szépen megvan tulajdonképpen minden előző verzió. Itt van az egyik. Itt van, amikor még nem volt benne semmi, és itt van az aktuális, amiben beleírtunk valamit. Most ezt megint módosítom. Mentem. Akkor látható, hogy az aktuális az már így néz ki. És itt vannak az előző változatok. Ha megint módosítom, akkor megint készülni fog egy aktuális, meg egy előző változat. Látható, meg is jelent itt rögtön. Ez pedig az aktuális. Tehát itt szépen hozza létre az egyes verziókat, aminek ugyanaz a neve, mint az eredeti fájlnak, az mindig az aktuális, ezek pedig az előző állapotok, dátummal szépen ellátva. És hát igazából ez ennyi. Annyira talán nem bonyolult, úgy gondolom ennek a használata. Ha szeretnénk egy ilyen úgynevezett watchert szüneteltetni, tehát egy ilyen beállítást, hogy mely mappáról készítsen másolatokat, akkor ki kell választani. Hát most csak egy van, ezért ez nem túl nehéz kiválasztani, és erre kell kattintani. Ilyenkor elvileg nem készíthet újabb verziót ide a mentésbe. Hát igen, úgy tűnik, hogy valóban nem készült. Igen. Hát ezzel fel lehet függeszteni egy ilyen watchernek a működését. Persze több ilyet létre lehet hozni több mappára, tulajdonképpen ennek nincs igazából korlátja. Maximum a számítógépünk erőforrásai lehetnek ennek a korlátja. De hát úgy gondolom, hogy azért elég nagy mennyiségű mappát kell megfigyelésre beállítani ahhoz, hogy ez a számítógépünket komolyan érintse. Meg hát itt van egy-két opció, például ez a visszaállítás, meg itt van egy ilyen fájlböngésző, kiválasztjuk a valami txt-t, illetve itt a letöltések vannak jelenleg, mint egyetlen megfigyelt map, akkor látod, hogy itt vannak az előző verziók. Akár meg is lehet nyitni, például a Notepad-exe, az ugye a jegyzettömb, és akkor látod, hogy itt van a tartalma. Itt van a 0 bájtos, tehát az eredeti üres fájl. Nyomunk egy jobb egeret rá, akkor itt van a helyreállítás. Itt meg kell adni, hogy mely fájlt szeretnénk helyreállítani, hát nyilván a valami txt-t.
És akkor látod, hogy ez valóban visszaáll az eredeti verzióra, amikor még 0 kilobájtos, tehát még nincs benne semmi. De nyilván itt bármelyik verziót vissza lehetne állítani, mint az látható. És akkor visszanyerjük azt az adott fájlt. Most már ennek van tartalma, de csak a két soros volt. De igazából innen ezt tulajdonképpen bármikor vissza lehet állítani. Most ezt kitörlöm innen az eredetit, mert az mondjuk hibás, és akkor innen kiválasztok egy fájlt, valamilyen fájlkezelőből, és akkor átmásolom valahova. Hát nyilván ezt célszerű átnevezni, így szépen kitörlöm belőle, és akkor itt van valami txt. Hát ez igazából így működik, mint mondtam, több ilyen watchert létre lehet hozni, több mappára rá lehet állítani. Mert oda kell figyelni, hogy nyilván minden egyes példány valamennyi helyet elfoglal, hát esetemben 1 kilobajt, tehát ez nem egy vészes, de nagyméretű fájloknál erre azért oda kell figyelni, meg a nagyméretű fájloknál a másolás is eltartott azért egy ideig.